A Bengecseg Alapítvány 2001-ben kezdte meg működését Karcagon. Programjainak tervezésekor a nagykunság kulturális és közösségi értékeinek ismeretére támaszkodnak. Szinte minden nagyobb rendezvényen részt vesznek Karcagon és a környéken. Én már sokadik alkalommal csatlakozott a Bengecseg Alapítványa a traktoros verseny programjához. Egyrészt kézműves foglalkozásokkal készültünk, másrészt egy őszi állóképet rendeztünk be, amivel lehet gyönyörködni, illetve fényképeket lehet készíteni. Harmadrészt meghívtuk a Paprika Jancsi csúzlizdáját, ahol mindenki kedvére kipróbálhatja, hogy dióval és csúzlival hogyan tud célba lőni, hogyan tudja az ördögöt kupán vágni. Sokan akarták úgymond kupán vágni az ördögöt. Ezt a fajta célba lövés nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is kimondottan élvezték. Nagy Emese hozzátette, hogy programjaik mindig helyi hagyományokra épülve szerveződnek. A kézműves foglalkozásokon őszi termésekből, száraz virágokból, helyben gyűjtött vesszőből lehetett ajtókopogtatót készíteni, egy másik helyszínen pedig ördöglakatot készíthetnek az érdeklődők, illetve őszi mintákat festhettek a karcagi bútorfestés hagyományaira építve. Az említett három foglalkozáson olyan tárgyakat állítanak elő, amit itt biztos, hogy el tud kezdeni, be tud fejezni, haza tud vinni, és vagy tudja használni, vagy dekorációnak el tudja helyezni az otthonában, szobájában. Tehát próbálunk értelmes feladatot adni, és egy olyan tárgyat elkészíteni, aminek van haszna, van valamiféle értelme, és nem a kukába kerül. A gyerekek tehát hasznosan tölthették el az időt a Bengecseg Alapítvány asztalainál. Egy másik helyszínen pedig főként a középkorú és idősebb korosztály tagjait várták a szakemberek. Egészségi állapot felmérésen vehetnek részt a résztvevők, vércukor, koleszterin, triglicerid mérés, illetve BMI meghatározás, oxigénszaturáció mérés, és emellett egy életmódbeli és dietetikai tanácsadáson, illetve a dohányzás leszokás támogatásával kapcsolatban kérdezhetik kolléganőinket itt a háttérben. Most is sok olyat tapasztalhatunk, hogy esetleg étkezés után egy kicsit magasabb a vércukorszint, de összességében olyanok jöttek még, akik kíváncsiak, akik érdeklődőek az egészségük iránt. Andrássy Bandi Johanna hozzátette, ahhoz, hogy megőrizzük egészségünket, a hétköznapok során nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy mit étkezünk, valamint arra, hogy rendszeresen elég időt fordítunk-e a mozgásra. Fontos az is, hogy elkerüljük a káros szenvedélyeket, mint például a dohányzást.